Kész. Megnéztem a csajod, nem rossz. Kondizik mi? Mi a mobbing? Na, Ákos, dolgozz meg egyszer a pénzedért. Nemrég kerestem rá a neten. Az állatvilágból kölcsönvett szó, miszerint az állatok csapatosan elkergettek, vagy elpusztítanak egy számukra fenyegetést jelentő egyedet. De ha látott már valaki Amcsi Tini filmet, akkor el tudja képzelni. Nem nézek ilyen szarokat. És a kifli? 2 éve vagyok a hegyi forrásnál. Jó, itt vágyad. Béna neve van, mi? Nem szabadna ilyet mondanom marketing felelősként. Az elején úgy tűnt, hogy minden rendben megy, csak apróbb, fura megnyilvánulások voltak. Most 4 kamionnal kevesebbet rendeltek, ki fogja nekem kifizetni, te? Mik ezek a langyi színek? Medve, hegy, bajszos bácsi, ennyi kell. Köszönjük, egyetemi diploma. Hogyha Kareszt megkérdeznék, még lehet, ő is jobban tudná a választ. Lehet, hogy helyet kéne cseréljetek, nem? Jogom van kritizálni, mert ezzel csak a tökéletességre nevelek. Nem fogok senkinek se nyalizni. Engem se dicsért az apám. Aztán meg mire vittem? Ezt az egyetemen nem lehet megtanulni. Erről több videót láthattok a YouTube csatornámon. Lehet lájkolni. Lassan a főnök viselkedése átragadt a többiekre is. Volt 2 kedvesebb kolléga még az elején. Most már ők is csatlakoztak az Utálom Ákost klubhoz. Most miért puszilgatnék olyanokat, akik nem bírnak? Amúgy is levegőnek néznek. Máskor meg, mintha a céltáblájuk lennék. Rettegek, hogy megint mivel állnak elő. Na végre. Bocsi, másik mitbe vártam 1/2 órát. Na, mindegy is. Nézzük át a környezettudatos projektet. Igaz, hogy nem vagyunk egy Coca-Cola, de hála a pályázatnak van rá 50 000 eurónk. Megosztottam a tászkókat is, de még senki nem jelölt az, hogy mit vállal. Kérlek, ezt most tegyétek meg. A főnök csontignyaló kutyái ezt a képet küldték ki rólam a Mindre. Tárgy a bányász. Pedig láttátok, hogy csak véletlenül nyúltam az orromhoz. Akkor most bejelölitek? Valaki vagy vezetőnek való, vagy nem. Vagy van karizmája, vagy nincs. Szerencsére nekem volt, amikor apám átadta a céget. A karizma a legfontosabb. Akkor most beszéljük meg a feladatokat. Megvan az új projekter? Hogy új? Te hogy nem tudod, hogy a 80%-át a projektnek átcsoportosítottuk? Ezt vette. Nem értem, a pályázat szabályozat... Soha nem értesz semmit. Nem kell a pályázatokat megcsinálni, csak elszámolni. Szóval... Alpárbe a tiketten szerezetek egy szelektív kukát, tegyetek a tetejére hegyi forrásflakont, 1-2 gyereket, egy asszony meg valami politikust is le kell mellette fotózni. Kincső. Te találj ki valami PR blablát arról, hogy mennyire fontos nekünk a környezet, tudatosság, be kell tenni valami újság. Kos. Te záradékolsz és lefénymásolsz mindent. A projektet nyugodtan aláírhatod. Minden érthető? Nekem lenne egy kérdésem. Meséljem el újra a cápa mesét. Ez a tenger. Felül van a nagy hal, alatta kisebb, alatta még kisebbek, és legalul van a hínár. Látod ezt a pici pontot? Ez a cápa szar. Ez vagy te. Állandóan gyomorgörcsel megyek dolgozni. Nem tudok a munkára figyelni. Hasmenés, fejfájás, álmatlanság. Minden este pár pohárból. A csajom azt mondja, hagyjam a francba az egészet.
Most már tudom, miért nem félsz bele a 8 órába. Ön tényleg ennyire szarul végzem a munkám? Most ez a sajtos vagy ez? Sajtos nem volt. Csak Mákos tudtam menni. Tudd meg, hogy többen jelezték, hogy nem tudnak veled együtt dolgozni. És a munkád is pocsék. Felmondhatsz. Te döntöd el.